nemzsebb csendő, mert szidott anyám érte. Egy szép legény megtalálta, csókot adtam érte. Éppen csak elkezdődtek a munkálatok a Pécsi Káptalan utcában, mégis énekszó tölti be az építési területet. A jövő tanév elején azonban a Szent Móró vodába járó gyerekek az újonnan épülő falak között játszhatnak. Megengedhetjük magunknak azt a ritkán előálló, mondhatom úgy, hogy kiváltságot vagy luxust, hogy jelentősebb kompromisszum nélkül a maximumra törekedve egy olyan épületet tudjunk létrehozni, ami minden tekintetben a lehető legjobban felel meg mindannak a kívánalom sornak, amit vele szemben támasztunk. Az óvoda a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Mór iskola központ tagintézménye. Az iskolában jelenleg is munkálatok folynak, modern tantermekkel és tornacsarnokkal bővül. Az új óvoda épülettel a teljes iskola központ megújul. Ami zajlik a Szent Mór iskola tornaterem építésénél, az közel 1,7 milliárdos beruházást jelent bruttó. Ez a mostani, ahol ez az óvoda elkészül, ez pedig közel 800 millió forintba kerül minden ágával, bogával, tervezéssel és eszközbeszerzéssel és kivitelezéssel együtt, és ezt a két számot összeadjuk, akkor tulajdonképpen 2,5 milliárd forintnál tartunk. Ez egy óriási mértékű fejlesztés ennek az intézménynek. A fejlesztések anyagi hátterét egy 2016-os kormányrendelet biztosítja. A magyar kormánynak a egyértelmű döntése volt 2010-ben, hogy a családtámogatás és a családok azok a központjába kell, hogy kerüljenek egész politikánknak, nemzetpolitikánknak, mindennek. Sok-sok lépést tettünk meg az elmúlt években ennek érdekében, és ennek érdekében az egyik lépés az az óvodafejlesztési program, ami elindult Magyarországon. És hozzáteszem, miután nemzetbe gondolkozunk, ezért nagyon fontos az a magyar kormánynak, hogy itt nem csak az állami vagy önkormányzati óvodák a fontosak, hanem ugyanilyen fontosak az egyházi óvodák is, és ugyanilyen fontosak a határon túli fejlesztések is. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára szerint ebben az óvodában a nevelés és az oktatás mellett a pedagógusok törekednek a gyermekek figyelmét a hitre irányítani. A Pécsi Egyházmegye főpásztora is arra emlékeztetett, az épülő óvodában a keresztény nevelés és a közösség alkot egységet. Látjuk az élet növekedését a társadalomban. Nem csak a számban, hanem az életkorok együttes közösségi megjelenésében az idős ember, a középkorú, a fiatal, a gyermek, a gondoskodásra szoruló gyermeknek a megjelenésében. Ebben benne van egy természetesség, az élet természetessége. De benne van egy együtt gondolkodás, a sorsközösség vállalás is, hogy együvé tartozunk. Az óvodában jelenleg 3 csoportban 65 kisgyermek részesül keresztény nevelésben. A bővítéssel 4-re emelkedik a csoportok száma, így közel 100 gyermeket fogadhatnak majd a nevelők. Az épülő létesítményben játszóteret, tornatermet, szülői fogadót, aulát és rendezvénytermet is kialakítanak, valamint a nevelési munkát segítő fejlesztőeszközökkel és új berendezésekkel gazdagodik az óvoda. Jó barátom, ahol világít nekem mindenhol, és arról mesél, hogy valaki szeretem, de... Az új épület alapkövét 2018 nyarának közepén Szent Benedek Európa védőszentjének ünnepén helyezték el. Az építkezés várhatóan 2019 tavaszán zárul, az óvodások pedig a következő tanévben vehetik birtokba az új csoportszobákat.